Williams Televízió. Kedves nézőink, ez itt a Zóna. Mai vendégünk Gazdik István, a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, művelődés szervező. Az apropó pedig egy picit keserédes, ugye az elmúlt években többször beszéltünk Istvánnal a gyáli programokról, a gyál művelődési kultúrás életéről, és most is erről is fogok beszélni, de majd István elárulja, hogy még miről. Kérlek, hogy te mondd el, hogy mi miatt is hívtál be én a stúdióba. Először is köszönöm, hogy behívtál, és köszönöm a lehetőséget. Természetesen most is nagyon szívesen beszélek a gyáli programokról, hiszen ez nekem szívügyem, meg szívügyem is marad, de tény, hogy egy változás előtti időszakban ülünk mi most itt, hiszen a Gyáli Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban töltött közel 10 évnyi igazgatóskodás után úgy határoztam, úgy döntöttem egy hosszú folyamat végén, hogy szeretnék váltani, és megpályáztam egy másik lehetőséget. No hát, és most itt zárójelben elárulok a tisztelt nézőknek egy kulisszatitkot, ez egy fölvételről készülő műsor, nem tudom pontosan, hogy mikor megy majd adásba, de most, amikor ezt a műsort fölvesszük, körülbelül 2 órával a műsor fölvétele előtt vált biztossá az én új megbízatásom, új munkahelyem, ugyanis most jöttem a főváros 22. kerületének képviselőtestületi üléséről, ahol is Budafok Nagytétény képviselőtestülete, a Klauzár Gábor Budafok Tétényi Művelődési Központ igazgatójává választott, ami nagy-nagy megtiszteltetés számomra. Különösen nagy megtiszteltetés az, hogy a testület, amiben többféle párt reprezentánsai is megtalálhatók, egyhangulag szavazott nekem bizalmat. Ez azt jelenti, hogy szerencsére a kultúra, a művelődés azért fontos Budafokon is. Hogyha végignézünk ezen a gazdag életpályán, ami egyébként nagyon változatos, publicistaként, újságíróként, ugye helyhatóság munkatársaként is működés, még sok-sok másként, hogy miért tartottad fontosnak, hogy úgymond te is a kultúra szolgálatába állj ezek mellett? Hát látszólag sokféle dologgal foglalkoztam, ez tény, de mégiscsak azt mondom, hogy nem is olyan sokféle ez. Ez valójában egyféle dolog, hiszen olyan bő 30 évvel ezelőtt, vagy még régebben én a közösségek építésére, a közösségszervezésre, a civil csoportok támogatására, különböző helyi társadalmi folyamatok segítésére szegődtem, és ezt hol újságíróként, hol sajtófőnökként, hol közművelődési szakemberként tettem, de a cél az ugyanaz volt, mondom, a helyi társadalom megerősödésének, a civil közösségek működésének segítése. Hogyha megint visszanézel, szerinted mekkora eredmény volt, úgyhogy az elmúlt évtizedeket visszanézett, hogy úgymond volt eredmény, volt értelme, mert ez egy nehéz terület, sokan azt gondolhatják, hogy a kultúra, hát azt ugye mindenki ért hozzá, mint a focihoz, hogy mennyire gondolod azt, hogy akár gyálon, ami ugye közel egy évtized, hogy volt nyoma annak a munkának, amelyet a közösség értekében tettél? Azt eldönteni, hogy mennyire volt eredményes az én gyáli művelődési ház igazgatói munkám, vagy mindazok a tevékenységek, amiket én előtte újságíróként, kommunikációs szakemberként végeztem, hogy ezek mennyire voltak eredményesek, azt nem az én tisztem eldönteni. Én tettem a dolgom, értem el eredményeket, nagyon sok olyan dolog van, és szívesen beszélek erről természetesen részletesebben is, tehát nagyon sok olyan dolog van, amire büszke vagyok,
és természetesen követtem el hibákat is, meg voltak nagy-nagy kudarcaim, tehát voltak itt sikerek, voltak kudarcok is, de mondom, hogy ez az életpálya, aztán ettől egy kicsit most megrettentem, mert talán még nem egy befejezett életpálya ez, de való igaz, hogy elég régen csinálom, régen csinálom ahhoz, hogy már-már életpályáról lehessen beszélni. No, szóval nem az én tisztem eldönteni, hogy mennyire volt ez sikeres eddig. Én minden esetre nagyon jól éreztem magam a bőrömben, a munkámban. Nagyon-nagyon szerencsés embernek tartom magam ebben a tekintetben legalábbis, mert hiszen néhány nagyon-nagyon rövid időszakot nem tekintve, én soha nem munkaként éltem meg azt, amit csinálok. Valahogy tényleg csak ezzel a közhellyel tudom megfogalmazni, hogy ugyanaz volt a munkám, mint a hobbim, meg ez már nem is munka volt, hanem valamiféle életmód a számomra. Tehát én nagyon-nagyon szerettem, amit csinálok, szeretem most is. Mondom még egyszer az eredményességét, meg döntsék el azok, akik ezt kívülről látják, ez nem az én tisztem. Ha másképp teszem fel a kérdést, hogy ne engedjelek, akkor mennyire nehéz manapság Magyarországon kultúrával foglalkozni? Mert ugye azért tudjuk, hogy a világunk átalakul. Többször a vendégeimmel beszéltünk arról, hogy ugye az egy trend, hogy szétesnek a közösségek. Most ugye még bejöttek a modern technológiák. Lásd, mindenki, ha akár egy tömegközlekedési eszközön ül, beszélgetés helyett. Ezt látja, ezt megmutattam egy előző műsorban is. Tehát, hogy hogyan lehet értékes, érdekes programokkal jönni mondjuk egy akkora méretű városban, mint Gyál, vagy majd ugye Budatétén, hogy el is menjenek ugye arra, amire a vendég iszik, ahogy mondanak. Hát erre többször föltették már nekem ezt a kérdést, és általában az budjan ki belőlem először, hogy hát tudom én. Amit persze viccnek szánok, de van ebben igazság. Nincsen erre jó válasza a szakmának. Pontosabban nagyon sok jó válasza van, mindkét megfogalmazás igaz. Tény, hogy az elmúlt néhány évtizedben elképesztő és fölfoghatatlan mértékű és ütemű átalakulások zajlottak a társadalmi környezetben, a gazdasági környezetben, politikai környezetben, szakmai környezetben egyaránt. Olyan szinten alakultak át a kultúrafogyasztási szokások, amikre soha előtte nem volt példa. Igen, ezek komoly kérdések, komoly dilemmák, hogy lehet hagyományos értékeket, vagy nem is hagyományos új értékeket, de mégiscsak valamilyen szinten stabil, konzervatív, és a konzervatív szót itt most nem a politikai értelmében használom, értékeket közvetíteni egy olyan környezetben, amikor a fiatalabb korosztályok kultúrafogyasztási, meg információszerzési szokásait legalábbis úgy írhatjuk le, hogy a zárt szobában egyedül ülő fiatal valamiféle okos eszközt bűvöl. Mit tegyünk? Aztán itt van a ránk zúduló globális tömegkultúra. Teljesen leomlottak az információkhoz való hozzájutás térési időbeli korlátai ezzel a digitális világgal. Ennek élvezzük az előnyeit, és szenvedjük a hátrányait. Az például az a szenny, az a mocsok, ami globális tömegkultúra címén ránk ömlik, az például egyértelműen hátránya. Mit tegyen ilyenkor a kultúra közvetítő szakember? Mit tegyen egy közösségszervező, egy művelődés szervező? Tárja sarkig a kaput az új tartalmak előtt, vagy stabil, kimunkált értékek mentén bástyaként védelmezze a hagyományos értékeket? Hát nem tudom, ezt a kérdést így föl lehet tenni, hogy kapu vagy bástya. Föl lehet tenni, bár értelmetlen, mert a hagyományos tevékenységeink között is szép számmal voltak értékként, csak némi nagyvonalúsággal értelmezhető tevékenységek, meg azért az új tartalmak között is számos érték van. De ez igen, ez akkor is egy komoly dilemma, mondom, főleg, ahogy mondtad, a fiatalabb korosztályok tekintetében. Aztán számtalan egyéb olyan probléma van még, vagy nem is feltétlenül probléma, hanem új folyamat, új elem, paradigmaváltás, ami befolyásolja a munkánkat. No hát, lehetne ezt hosszan ragozni, de a lényeg mégis az, hogy
hogy persze nem egyszerű kultúrát közvetíteni, és általában közösségeket építeni, közösségekkel foglalkozni. Mi, akik most műveljük ezt, azt gondoljuk, hogy most aztán nagyon-nagyon nehéz, marhára nehéz, de ha leülünk régi kollégákkal, akik több évtizede, sok évtizede vannak a szakmában, és ők az emlékeikről mesélnek, akkor rájövünk, hogy minden korszaknak megvoltak a hasonló nagyságrendű kihívásai, problémái. Tehát nem volt ez soha egyszerű, nem volt ez soha könnyű, viszont mindig nagyon szép volt, és most is nagyon szép, és fölemelő feladat. Részletesen is elmondasz néhány dolgot az elmúlt évekből, ami Gyálon történt. Melyek voltak azok a dolgok, amire azt mondod, hogy igen, ezért érdemes volt csinálni? Roppant önző módon saját magammal kezdem. Ez az a műsor, ahol ezért is hívtunk téged, hogy egy picit számomra hatalmas megtiszteltetés, és hát azért még ott dolgozom néhány hétig, tehát még jelen időben beszélek, hatalmas megtiszteltetés az, hogy egy kivételesen jó, egy remek csapat tagja, vezetője lehetek. Komolyan mondom, hogy sokféleképpen tudom én a kollégáim közösségét megfogalmazni, értelmezni, de ilyen munkahelyi kollektívaként, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, nem nagyon. Tehát sokkal inkább baráti társaságként. Ez nagyjából hány ember? Most nem kell... 14-en vagyunk. 14-en vagyunk. Egy egészen kivételes, remek csapatról van szó. Büszke vagyok arra, hogy ez a csapat engem befogadott, és ennek a csapatnak a vezetője lehetek. No, de hát azért azon túl, hogy mi ott jól éreztük, meg jól érezzük magunkat, remélhetőleg ennél nagyobb nyomot hagyunk Gyál kultúrtörténetében. Számos eredményt értünk el. Az első, ebből a 10 évből az első 2-3 év azon túl, hogy működtettük a házat, programokat szerveztünk, nagyrészt vagy jelentős részben azzal telt, hogy az akkor 5 éves házat megpróbáltuk úgy átalakítani, hogy alkalmas legyen azon funkciók, feladatok befogadására, amiket mi ott szeretnénk csinálni. Mert hogy szép volt a ház, új volt a ház, de messze nem volt funkcionális. Tehát magyarul pénzt, paripát, fegyvert beforgatva ácsoltunk, ablakot helyeztünk át, termeket nyitottunk össze. Tehát gyakorlatilag teljesen átalakítottuk a házat belülről, és sikerült sokkal funkcionálisabbá tennünk. Erre például büszke vagyok. Büszke vagyok arra, hogy a civil közösségekkel egy nagyon korrekt, mindkét fél számára előnyös és komoly eredményeket hozó kapcsolatot sikerült kialakítani. Nem volt ez föltétlenül mindig így. A házak nagy részében okoz problémát az, hogy a civil közösségek is otthonuknak tekintik, ugyanakkor más programokat is, kulturális programokat is illenék szervezni. A civilek, hál' Istennek, sokan vannak, a termek meg végesek. Tehát ebből konfliktusok vannak, hogy ki mikor, hova mehet, meg hogyan használhatja ezeket a termeket. No hát ez is egy hosszú folyamat volt, de büszke vagyok arra, hogy civil barátainkkal nagyon korrekt munkakapcsolatot sikerült kialakítani. Büszke vagyok arra is, hogy nagyon sok helyi értéket sikerült fölkutatnunk, bemutatnunk, sok-sok helyi érték megszületésénél sikerült bábáskodnunk. Ezek nagyon fontosak egy közösség, kisebb vagy nagyobb közösség jelesül például egy város életében, hogy meg tudjuk mutatni, hogy kik vagyunk, milyen közösségekből épülünk föl, milyen értékeink vannak a múltban és a jelenben. Ezekre építve lehet igazándiból jövőt építeni szerintem. Tehát hát, a tradíciókból a jövőt. Ha már Gyálnál tartunk, ugye itt főváros környékén több olyan település van, ami hasonló problémákkal küzdik a hasonló helyzet miatt. Ugye Gyál a fővároshoz közel van,
a tömegközlekedés a fővárosból több vonalon működik. Hogyan lehetett eladni azt, hogy igen, gyáriak, ez a ti értek, ez a ti értéketek, nem kell fölmenni mindig Budapestre? Meg kellett találni azokat a formákat, azokat a programokat, azokat a műfajokat, amelyeket helyben, gyálon lehet és célszerű bemutatni. Sokszor elmondtam már ezt is, hogy gyál tőszomszédságában butaság lenne megpróbálni a budapesti kulturális kínálat, színházi koncertkínálat fölülírását. Ennek semmi értelme, mert hiszen mi gyálon egy időpillanatban egy, maximum kétféle programot tudunk megszervezni. Ugyanakkor az abban a pillanatban érvényes budapesti kínálat, az sok tucat színházi, illetve zenei eseményből áll. Tehát természetesen nálunk is voltak, meg vannak is nagy rendezvények, koncertek, színházi események, stb. De nem ez a fő csapás irány. A fő csapás irány éppen az, amire az imént már utaltam, hogy olyan alkalmakat teremtsünk, ahol is közösségi aktivitásokat lehet megélni, ahol is nem föltétlenül százak meg ezrek vesznek részt egy azon időpontban, egy azon tevékenységben, hanem kis közösségek élik meg a közösségi életüket. Ezzel meg Pest nem tud velünk versenyezni, hiszen ezt ott helyben lehet biztosítani a helyieknek. Így lehet. És van igény rá. Igen, van igény rá. Digitális kultúra ide, internet oda, okos eszközök, meg a jó ég tudja, milyen új helyzetek, új folyamatok, új technikákat nézünk is. Ennek ellenére is van erre igény, hiszen számos új civil szervezet alakult az elmúlt 10 évben gyálon, illetve a már előtte meglévő civil szervezetek jelentős része is megerősödött és kiteljesítette a tevékenységét. De mondok mást. A művelődési házak évtizedeken át kifejezetten csak közösségekben gondolkodtak, ami nem baj, mert ez a legfontosabb feladatunk, ezt kell nekünk erősíteni, de mára már szerencsére elterjedőben van a szakmában az a alapállás is, hogy akár egyéni ambíciók kibontakoztatásában is segítsünk. Tehát ha valaki egyénileg saját maga egy és egyedül szeretne eljutni A pontból B pontba az ő képességeinek a fejlesztésében, tanulásban, valamiféle művészeti ág művelésében, stb. Ahhoz is adjunk segítséget. Ennek is megvannak már a csírái a gyáli közházban. Számos olyan dologban segítettünk, amikor bejött hozzánk valaki, és nem kell itt nagy dolgokra gondolni, de az például készült egy énekversenyre, és akkor mi biztosítottunk neki helyet, zongorát, akár szakembert is, aki ott segítette őt. Tehát ilyen jellegű dolgokban is vannak már eredményeink. Hogyha valaki napjainkban azon töri a kis buksiját, hogy hasonló pályára lép, mint te, mit tudsz neki javasolni? Te is látod az elmúlt évtizedek, évek tapasztalatait, hogy mi az, amit esetleg másként csinálnál, akár egy gyárra nézünk, hogy hol kell fölkötni a gatyát, hogyha valaki ezt választja. Hát én 53 évesen tudom azt megfogalmazni, hogy szerintem most hol kell fölkötni a gatyát, de lehet, hogy, sőt, biztos, hogy azok a fiatalok, akik most ezt a pályát választják, vagy azon gondolkodnak, hogy erre a pályára lépjenek, ők már egészen más indítatással jönnek. Tehát, mert én azt mondanám, hogy ott kell nagyon sokat gondolkodni, meg nagyon észnél lenni, hogy azokkal az új kihívásokkal mit kezdjünk, amikről az imént beszéltünk, a digitális kultúra és társai című problémakörrel. De aki most 16-18-20 évesen erre a pályára készül, ő már ebbe a digitális kultúrába született bele. Tehát ha én most elmondanám, hogy mit gondolok erről, lehet, hogy ő azt mondaná, hogy úristen, ez a vénember micsoda butaságokat mond, hiszen itt egészen másfelé van előre. Tehát nem gondolom, hogy erre receptet lehetne adni.
meg azt sem gondolom, hogy ez ilyen túlzottan szofisztikált dolog lenne. Aki ezt szeretné csinálni, tegye. Nehéz, komolyan mondom, marha nehéz munka, mert hogy ezerféle dolognak kell megfelelni. A pálya, hát hogy is mondjam, szóval nem vagyunk túlfizetve, bár legyek igazságos, most már hál' Istennek a közösségi művelődési szakmában is elindult valamiféle életpálya modellhez közelítő, vagy életpálya modellhez hasonlító, hosszú távra tervezett folyamat, ami a bérekben is látszik, de számos egyéb kellemetlen vonatkozása van még, hogy más nem mondjak, amikor más pihen, mi akkor dolgozunk leginkább. Tehát esténként, meg hétvégen. Tehát aki erre a pályára adja a fejét, az ne számítson arra, hogy 8-tól 4-ig és utána megéli az ő magánéletét, mert hiszen amikor ő éli az ő magánéletét, ami tisztelt látogatunk, jó esetben a közművelődési intézményben él, és akkor nekünk ott kell lenni, mert hiszen akkor van a munka. Tehát ez is például kellemetlen része talán, de ezernyi sikerélménye van. Szóval csak az elmúlt 10 évből számos olyan szívszorító pillanat jut eszembe, amikre életem végéig nagy-nagy örömmel fogok emlékezni. Bátorítok arra mindenkit, hogy igen, válassza ezt a hivatást. Néhány nagyobb nyári program, ami ugye gyálon lesz, és hogy ne legyenek szomorúak a gyáliak, mert maradsz gyálon, tehát a gyálonnél... Gyáli maradok természetesen, sőt, hát számos civil szervezetnek is tagja vagyok, nem egynek vezetője, vagy vezetőségi tagja, hát természetesen nem szakad meg ez a kapcsolat. Továbbra is gyálon fogok élni, sőt lehet, hogy a közösségi házban legalább annyit fognak engem látni, mint eddig. Hát ez azért egy erős túlzás. És ha nem a közösségi házban látnak, akkor azért rólad lehet tudni, hogy te a gasztronómia területén is azért otthonosan mozogsz. Mikor találkozhatnak veled mondjuk legközelebb a gyáliak, akik remélhetően nem nagyon szomorúak, hogy mikor láthatnak egy ilyen komolyabb gyári programot? Hát ez a gasztronómia, persze ez nagy szerelem a gasztronómia, meg az italkultúra. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy a szabadtűzi lovagrend lovagjaként most már rendszeresen hívnak szerte az országba különböző főzőversenyekre zsűrizni is. Gyálon is lesz nyár elején egy főzőversenyünk, ahol zsűrizni fogok, de bárhol lehet velem gyálon találkozni, hát hiszen mondom, gyáli maradok, meg hát nem egy olyan felett, ugye milyen nagy dolog ez. Választottam egy új kihívást, egy új munkahelyet, de gyál marad az én otthonom ettől még. Hogyha már az új terveknél tartunk, most így a mai este végre békén hagyunk téged, és hazamész, akkor melyek azok a gondolatok, amik már a következő feladat fele viszik az elalvás előtt a gondolat? Hosszú hetek óta foglalkoztat engem ez az új munka, mert hogy ez egy nagy kihívás. Ez egy Budapest szinten is a nagyobb intézmények közé tartozik, mert hiszen ez egy intézmény portfólió. Budafok Tétény önkormányzata, a 22. kerület önkormányzata úgy döntött, hogy a kulturális intézmények jelentős részét egy portfólióba szervezi. Így tehát része ennek a rendszernek a Klauzálház, a Klauzál Gábor művelődési központ, ami egy 10-11 éves épület, nagyon jól megépített, nagyon modern, nagyon elegáns, és mégis nagyon otthonos, nagyon jó közösségi építmény, hogy más nem mondjak, tizenvalahány programokra használható teremmel, különböző méretűekkel, 380 fős, lépcsőzetes, szép süppedős fotelokkal ellátott színházteremmel, és sorolhatnám tovább. Ide tartozik még a Cifra központ, ami egy 3 éves művelődési központ, 3 éve épült, szép, új, funkcionális, remek helyen van. Tartozik még ide egy múzeum, a Barlang Lakás Emlékmúzeum, és a kerület Balaton-Akali
Van található gyermeküdülője. Tehát szép feladat ez lesz. Komplex. Már hosszú ideje töröm, hetek óta töröm a fejemet azon, hogy mik lesznek az első napok, hetek legfontosabb feladatai. Természetesen először is meg kell ismerkednem a feladatokkal, és ráadásul nagy valószínűséggel egy nagyon komoly programsorozat kellős közepén fogok belecsöppenni ebbe a munkába, hiszen május 8-ától május végéig zajlik ott a kerületben az év legnagyobb kulturális rendezvény folyama, a tavaszi művészeti fesztivál, ahol több tucat kiválóbbnál kiválóbb kulturális programot, színházi, zenei és egyéb programot szerveznek az én kollégáim, akikhez én most dolgozni megyek. Abba fogok bekapcsolódni, amennyire lehet így menet közben. Repülőrajttal indulok, egészen pontosan így van. És hát eléggé részletes és komoly szervezetfejlesztési elképzeléseim is vannak, amelyekkel itt nem szeretném mutatni a Williams Televízió tisztelt nézőit. Kedves István, az óra, ami nagy barátunk, az most sem volt velünk, tehát ez azt jelenti, hogy a műsoridőnk az inkább a végéhez közeledik. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, jó egészséget kívánok az új kihívásokhoz, bízva abban, hogy minél többször találkozunk gyálon és itt a stúdióban, mert mi mindenki fogunk hívni, hiszen van sok más olyan feladat, olyan pozíciód a civil életben is, amiért önmagában hívhatunk, és természetesen így a stábnőjön megérjük, hogy meglátogatunk az új helyszínen, de mondhatjuk helyszíneket, hiszen van jó néhány, sőt leugorhatunk a Balatonra is, de ez majd egy jövő titka. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljött, és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hadd mondjam el itt a végén, hogy azt a segítséget is köszönöm a Williams Televízió minden munkatársának, amiben az elmúlt 10 évben részünk volt, hiszen a Williams Televízió nagy barátja volt házunknak, és nagyon remélem, hogy ez így is marad a jövőben is. De ha már a köszönetnél tartunk, nagyon-nagyon sok felé van nekem köszönnivaló, itt az elmúlt 10 évet tekintve. Először is köszönöm még egyszer az én kiváló kollégáimnak, kiváló csapatomnak, hogy együtt dolgozhattam velük. Köszönöm mindazt, amit együtt elértünk. Köszönöm a különböző civil szervezetekben dolgozó barátaimnak, hogy együtt dolgozhattunk, és köszönöm azt a korrekt együttműködést, ami a gyáli közház és a civil szervezetek együttműködését jellemezte. Köszönöm a gyáli intézmények vezetőinek a segítségét. Róluk is azt mondhatom el, mint civil barátaimról, korrekt volt a ház és az intézmények együttműködése. És nem utolsó sorban köszönöm Gyálváros önkormányzatának azt a kultúrapártoló hozzáállást, azt a kultúrapártoló attitűdöt, amivel évről évre biztosították az anyagi, financiális, infrastruktúrális és egyéb föltételeit annak, hogy a Gyáli Arany János Közösségi Ház évről évre fejlődhessen, évről évre színvonalasabban szolgálhassa ki a gyálon és környezetében élőket. Gazdik István, még egyszer köszönöm, hogy eljöttél. Kedves nézőink, önöknek a figyelmüket köszönjük, és remélhetőleg, hogy nagyon sokat járnak majd színházba, koncertekre, és önök is népszerűsítik a kultúrát. Ezzel most sajnos nekünk is búcsúzni kell. Keressenek minket vonal a számunkon, a 0629352362-es telefonszámon. Írjanak nekünk e-mailt williams@williams.hu. Honlapunkon élőben is követhetik műsorunkat, williams.hu, és a YouTube csatornánkon pedig visszanézhetik adásainkat, akár ezt is. Ne feledjék, önök is azonnalban vannak. Viszontlátásra! Williams.